So, good morning everyone, welcome to today's stream, welcome to Coffee Ride with Hungary. Zwift Hungary and the Hungarian Coffee Ride team. That will be an interesting route, London PRL half, which will take us about 70 kilometers for Box Hill, so that will be fun, right? I would use another term, but it's not so good. Anyhow, here we go. I do hope that everything goes smoothly. And it just seems okay. Now let me see if the stream is up. So I'm waiting for the call for the meetup. Then let's see. Okay. So how are you today on this fine Wednesday? I do hope you are okay. And yeah, finally I'm live on Twitch as well. There we go. If you have anything on your mind, just let me know. I will have about 2 hours to 2 hours to discuss anything, almost anything. Hi Timo, thanks for the beer in the morning. It was crazy how I woke up. I mean, it was just, it just started dead, you know, and that's my most pleasant experience to wake up. Yes, now I want to check the appearance of my chair. That's even better. So crazy morning it was. Don't want to start pedaling until the meetup comes up. I'm picking my favorite ride for this, the safety bike. And I'm not okay, let's make it. No, I will leave the necessities. So we will see. Let's go. Here we go. Oh, and I have to dress up properly because we asked everyone to wear this jersey. So we can ID each other easily. And let's just take a screenshot from here. No, not here. Good morning, everyone. Okay, system. This is the number. I don't want the metro included in the screenshot. So far 16 of us, that's nice. So let's just tune in some music as well for me. Let me know if my microphone is off somewhat. Here we go. And let's start it up. My hair is disconnected. Okay.
and see us soon. Nate. So. Tehát a 48,5 percen belül azért csípni fog. So it's full box seal. Okay. So let us give a ride on to everyone. Okay, so full box seal. I'm not pushing it, have a go with the safety bike. And yeah, that's it. One minute left. Let's see if we can take another screenshot. See if my pen okay, look, the fan is okay. Let's see. Péter, neked kiírja a képernyő közepére, ha írsz valamit? Rohadék, nekem nem. Na most kiírja nekem is csak az elsőt nevét neki. A London Full PRL az 11 box seal. Okey-doke, here we go. Good vibes. Let's just keep up with the group. Here we go. Yeah.
we are not using the keep everyone together option, so rubber banding. Don't you know the distance? The first box here. Let's check that. PRL. And meter that. Oh, but the first box starts at 6 kilometers. So the first box is at 6 kilometers. Getting dizzy, Timo. Yeah, keeping a nice branch together. Egy évet lehúztál nélküle, hogy csináltad? Nem, mondom, hogy ennyi évet. Let's nice branch together. I picked a safety bike for fun reasons. Ezen 6 vagy 17-en indultunk. Okie doke. And switch to big ring, shall we?
I want to grab a time edit for one. What should I do with that dog? Neked nem, mármint én is úgy készültem, hogy hoztam föl a... De én nem ettem, hoztam föl a baránt, meg ilyen zapszereteket. Ja, a Neo elviszi a lejtmenet szimulációval. So let's see, we should start box here soon. So you go straight here. I've doubt about, I don't think that the route was started properly. And it was. Okie dokie. Now just catch up with everyone. Okay, thank you. Job for a lot of finals. Here we go. De nem azt kérdezte, foglalkozol e vele. Hi people, good morning. Welcome. Elvileg az alap zöld mez. How are you people? How are you doing today? Middle of the week, yeah? Well, still have the light. I do hope that we do a 2 hours ride. Morning. My morning is okay. I woke up 10 minutes before the alarm for the boy, for my son, screaming, "Dad, Dad!" The good thing was he fall asleep easily and but the bad thing is when he starts screaming for me, I wake up wide open, very fast, and he usually needs me to ferry his butt to his mother. So, yeah. I just pick him up, bring him to his mother, and then I can go servant. But I was 10 minutes before my alarm, so I was like, what the hell?
was a bad wake up call today. But after the coffee, I'm okay. Okay, 3-1. Yeah, me too. I love every single minute of your sleep. I'm just running away. Here goes the chain of 605 group. It's 7:59 for Thursday PR, but I don't think that's correct. I would like to sleep more, but I have to start earlier. Yesterday, the kids were mine to put to sleep, so. Good, I guess, Roland. And you haven't picked for a cabby outlook, but király, mert 3 wattra mondtam 10 percet, úgyhogy ez akkor talán gyorsabb lesz egy hajszállal. Okidok. I should have opened the window, but it's 5 degrees out there, so I'm not going to open it now. There's a box hill picture here. That's the one. I wonder if a leaf means love or loathe. I don't really know. Okay. Let's just pedal up easily. There's no point to kill everyone.
ugye? Egy tyúk, aki tojást tojik, és valaki megcsinálja rántottának mellettem. Vagy leszek a szervizkocsi, én viszem a csomagtartónak kulacsokat, meg a szeleteket. Úgy is úgy néz ki, mint egy bagettárus a avatárom. Jaj, a safety. Most gyűjtem a dropsokat a fehér kerékre, a safety, ez az 700 ezer drops. A fehér kerék, ami historikusan illik hozzá, 700 ezer drops van. Ha megnézed a kerekeket, a Zwift kerekek között van egy fehér kerék, ilyen bazi vastag gumival. Most a Buffalo 3,5 millió. De a Tarmac Pro, a Venge és a Disc kerékszet után ezt vettem rögtön. Safety bike és a Lightweight Mylan Stein, ez a kettő volt a leggyorsabbja. Igen. Ez úgy néz ki, igen, mint egy csepel, ezzel a... Igen. We're discussing the safety bike. Figyelj, hogyha ezzel indulsz, frissítése nem lesz gond, elfér rajta. Nem kell mindenféle boxokon gondolkodni a felső csőn. Valaki defektel, fölvezet a csomagtartóra. Whereabouts on target for the time? Good going. That's just once in the picture. One of my co-worker. Mondanám, ez itt a reklámhelye, hogy a második csoport azt sem tolja meg. És szól előre, hogy nem tolja meg. Föl se tűn neki, hogy ott van. Okay, 10 minutes. Exactly.
So they shouldn't push, but of course they're pushing. So let's see if I can take a good picture of this on Isle of Cycling. There we go. This is it. It would be better to have a clearer picture. Okie doke. 1 watt kilogram should be. Okie doke, so ki javította igazság szerint? Kijavította, összehúzta a fallemezeket az alagútba, újra csempészte a subway-t. Pont csiszre 10 perc lett a voxil. 10:00. 4-4. Nyitja a support ticketet a ride után. First boxer is done. Nope, not this one. I need the numbers. Thank you.
vezetni 30 percet nektek a kör? Okey-doke, we are finally coming together. Ja, láttam, hogy uzsonna return lett belőle. Seems that we are tormented, but actually we are not. There's so many online. 1200 already. Not so long ago it was the peak for London. Oh, ott jön a java, ott jön a java. Kedvenc részem következik. Móka kacagás, vagy szürke, vagy piros. Más szín nincs benne. Igen, igen, van egy hosszú sárga, de az a pihenő. Ja. És akkor a végére még bedob valami VO2 maxot fél percre, egy percre. Ja, a második blokk az VO2 max fókusz a BMW-ba. Igen. Viszont mindenkit azt gyilkol le az elején.
Amy. Igen. Nincs benne olyan nagy ugrás. Igen, igen. I'm wondering about the coffee. Probably I'll wait for the second lap to finish. Az első dob nagyot nekem 275 valós FTP-ről fölvitte 300-ra. Utána már csak 313-ra. Az első 1-2 az ami nagyobbat dob. Utána már minimális. Viszont nagyon jól. Igen, igen, meg... Igen, jobban. Sokkal megnő a Time to Exhaustion Sweet Spot környékén. És jobban tolerálod a VO2 maxokat is. Wattmérővel mértem, azt értem, tehát ugyanaz a környezet, csak wattmérővel kalibrálva. Tehát nekem is a Zwift mérte, csak annyi, hogy ezt már a wattmérővel, mert nekem mikor volt a Tacx Satori, meg a Bcool Smart Go, és nem volt wattmérőm, a 310-es FTP-t mutatott a Zwift. Lett wattmérőm, lecsökkent 240-re, lement 240-re. Hát ha nem követtél, szerintem, ahogy láttam, ha nem követtél struktúrát, edzéstervet az elmúlt hónapokban, ami ezekre a zónákra ment rá, akkor azért egy olyan 10%-ot dobhat az elsőn. De csalóka, mert össze tavaly csináltam az Active Off-Season-t, ami főleg zóna 2, meg zóna 3 a végén. Azért a zóna 2-3 óra, az lezabálja a combjaidat továbbra is. Ugye abban is van olyan az első időszakban, hogy a zóna 2 alján kezd, és ahogy nő a hossza, úgy emeli a zóna 2-be a wattokat. A zóna 2 tetején van már a hosszú. És ilyen 3,5 óra a leghosszabb, azt hiszem, a warm-up vakuldánnal együtt. És azért az úgy, tudod, nem az, hogy összerodsz, csak utána órákig érzed a combjaidat, hogy dolgoztak. Take another screenshot. Okay.
Okay, now. Yeah, right, so together, I would say. Most of us. Most of us. So, second box is coming down. We did 10 minutes as promised. Let's get some sort of mess. I miss my gyros. I haven't eaten it for 4 weeks. But finally the restaurant is opening up, so hopefully I can eat this week. I ate gyros for 3 or 4 times a week. Nem kanyarba voltál éppen, amikor növelte? Thank you.
legjobb itt ilyen versenyen egy bolyjal feldobogni. Abban van, van, van szufla. Ja, simán lekap még egy fél percet a PR-odból. 40 másodpercet. Hát számít a súly, de ugye a bolyba ott oda teszed magad jobban, plusz a laposabb részeken 3-4% alatt a kanyarokból meghúz a boly. Egy elég combos sebességgel. Meg a tetején a kapu előtt, igen, meg a tetején a kapu előtt, ott PR-nál, hogyha egyedül mész, akkor sokszor ugye az ember egy kicsit vagy tartja, vagy egy picit visszavesz, a boly az meg visz előre. A csíkon ilyen 40-45-tel simán. Ez just snap back to the front. Here we go. Az még egy jó darabig megbukik akkor. Ez a kiskapu. Ez a fány a reményhal. Igen, ez az időhúzás része. Igen. De most már összesen nagyon tudja berakni, még ha igaz is lesz bármi. Mert hova? Just go on track. Tegnap beszélt a Szújó a reggeli rádióban, és tegnap előtt, a Forma 1 kapcsán, értelemszerűen, és mondta, hogy milyen pénzek mennek, hogy most hogy csakkoznak, hogy legyen Forma 1 a zárkapuk mögött is, mert ha nem tartanak meg 8 futamot legalább, 3 földrészen, akkor nincs világbajnok szabályzat szerint, és ha nem tartanak meg 15 közvetítést, akkor ilyen, aztán versenyenként 50 milliót buknak. Igen, mint reklámozó, sőt ezek azért már többnyire lefutottak, tehát kész szerződésekkel utalták. Hát február végéig nem fogunk unatkozni, az biztos.
Nem, nem, zárt kapusan. Az államok nem fogják engedni. Hogyan fogadsz be több ezer nézőt, anélkül veszélyeztetni bármit is. Ja, és több ezer nézőt különböző országokból. Tehát kivállalja a felelősséget. És érted, hogy... Ne hasonlítsuk sima influenzához, a sima influenzának van gyógymódja, kezelése, vakcinája. Igen, ez a pont, ez jövő év eleje. De, hát teljes populációra nézve, de. Tehát, ha te kivész, és hazahozod, és jól vagy, és én jól vagyok, de meghal anyósom. Érted? Tegyük, oké, az egészségügy elbírja. Mondjuk szeptembertől. De van elég lélegeztetőgép, tudunk itt ott tesztelni, kritikus pontokon. De én nem fogok menni sehova, mert nem veszélyeztetem a családom egyik tagját sem. Akkor mi van? Néhány összeesküvés elmélettel egyet értek egyébként. Tehát nem mondom, hogy nem túlzás, néhány intézkedés. Nem mondom, hogy nem lehet bizonyos dolgokat előbb felengedni. Csak van különbség a között, hogy most mi jövő héttől 3 helyet 6-an lehetünk az irodába. Meg a között, hogy kimennek 50 ezeren egy Forma 1-re az osztáknak így. Mert akkor két hét múlva nem 500 beteget lesz, hanem 5000 a kórházba. És még nem tudod az újrafertőzést. De ne hasonlítsuk a normál influenza járványnál, a legtöbb ember alapból védett valamennyire. Mert már 39-szer átestem rajta. Egyébként te csatlakozz be erről, mert ugye közös nevezőre nem fogunk nyilván jutni, mert mindegyiknek megvan a maga elképzelése erről. De hogy a háborúra csatolva, tavaly nyár óta lehetett olvasni, hogy bedől a piac, és Istennek se dőlt be. Hónapról hónapra nem dőlt be. És hogy sem idén megfogták a komplet világpiacot. Igen, nem mondom, hogy aláírok bármilyen összeesküvés elméletet, de az, hogy ez befolyásolta a döntést, hogy mennyire legyen erős a reakció, az szerintem benne van. Egy USA, egy Putyinnál, egy Kínánál, egy USA-nál, egy Európai Uniónál, akik háborút indítanak Ukrajnába azért, hogy egy piacot ne engedjenek el, és igen, gyerekek halnak meg a háborúba, azért, hogy miért kell, hogy Putyin legyen a fő piac, ott ezt én el tudom képzelni. És hát most nem akarom online kitenni, meg terjeszteni a rémhíreket csak, ez a személyes véleményem, hogy ha mondjuk ez a 100%, amit most reagálunk, akkor abban igazat adok neked, hogy 80% elég lett volna, vagy 90%,
ez a plusz, csak bocsánat, hadd fejezzem be, hogy ez a szigor, amit most tartunk, ebben erősen benne van az, hogy a világpiacot újra kellett osztani, tervezni, reformálni, nem tudom, akár úgy nevezzük. Mert itt a vége a gondolatomnak. Felvásárlások a részvénypiacon, és nézd meg közben az olajjal, amit művelnek tavaly ősz óta. Közel-Kelet és a Putyin úgy dönti be az olajat a túltermeléssel, az OPEC meg a USA ellen. Igen. Hát én arra számítok, hogy mondjuk két hét alatt, ami elég rapid, de egyik héten azt mondják, hogy oké, az irodák visszamehetnek, második héten, hogy oké, menjetek óviba. Ami néhány autokrata rendszernek egyébként szintén jó hír. Igen. Ez a káosz, ez olyanoknak, akik populista politikusok, mint a Trump, a Putyin, a Viktor, most függetlenül pártállástól ő az. Ez egy nagyon-nagyon nagyszerű helyzet, mert bármit bedobhatnak a közmédiába, és egy pillanat alatt kelthetnek félelmet és reakciót. Anélkül, hogy hetekig súlykolni kéne kerítést, vagy bármit. És kipucolják. I should eat. I forgot to eat. I mean breakfast. Ez a bizonyos 1%. De ezt mondtam, amikor elkezdődtek a lezárások is, hogy abban a pillanatban, hogy gazdag, fehér, első világbeli emberek veszélyben vannak, rögtön van akció. Hát sokaknak maradt szabadsága, igen, bárhova elmegy, bárhova. Abszolút. Mi? Túlkereslet lesz szerintem is, és hogyha kiadhatok egy apartman 100 euróért, akkor nem fogom 50-ért kiadni. Again.
Igen, de Karagószor csak alsónak a mi az a falusi turizmusházzal, a szép forráshoz, ez egy hatalmas előny. Ők be tudják kasszálni azt, amit elestek. És őszintén szólva, hogyha elmehetek Sárvárra, a Lovardába, a fürdő mellé ősszel, el fogok menni családostul. Érted? A belföldi turizmus is jó lesz, és biztos, hogy az lesz az első lépés, első nagy ugrás visszafelé a turizmusba. Mert a belföldben meg fogsz bízni. Igen, ott voltak azért már. Amit a marketing lenyom a torkunkon, azt fogjuk csinálni nagyjából. Ja. Szóval ezt a reaching. Viszont próbáld be a vizernél, hát ha beszámolják a kilométereidet. Igen. Okay. Some proper calories for breakfast. Hol jártok ekkora pihegéssel? Perna hajderek. Time for coffee. And I should have opened the door, the window. Okay. Thank you.
Nem egész tűzletben együtt vagyunk, 4, 6, 8, 9, 10, hogyha beleszámolom a pohárt két másodpercre. Hány kilométernél jár a hatos csoport? Akkor 4,8-al vagytok előttünk. Nagyjából egy 8 perccel. Akkor az box hill, ugye? Megint ott vagytok. Néztem, hogy a vége nem ott van, hogy visszaérünk a start helyre, hanem elmegyünk az alagútba, körforgalom és visszajövünk. Klasszikra. Again, the toys. I don't know what's happening. But I know that I'm sweating like a pig. And I need another coffee. I love that sound. Oh, look at the car. Okay. Now where is everyone? Okey-doke. Ha már nem fölfele mennétek.
Okay, look, third time the charm, yeah? We'll have a fourth one. Itt a szerencsé, hogy engedélyezett a bolyozás az eseményen. Látod azokat a hőtérképeket a városokról, a Petyáj környéken most ilyen élénk sárga. I'm wondering about, I think everyone go for the last leg, I mean the last climb, the fourth one. Újra használhatta az összes rúd. Egy 1,36 lóerő az 1 kilowatt. Azt tudom. Azt szerintem tudsz. Ha egy lóerő, akkor azt szerintem tudsz, Petya. I should drink.
úgyis maradtál kiágon. Jó kis Wonderpearl. We're discussing the Swift Classics. Did you participate? El kell, vegyél egy CX gépet, és télen nevezd be. Ethereum az nagyon daráló. Igen, ez egy ilyen stop motion féle a Ethereum. Hát meg te jó vagy abban, hogy nagyokat dobsz oda. Péter lenne az, aki azért megy elől, hogy ne kelljen a többiekkel együtt kanyarodnia. Én nem idegenkedek a mezőnyversenyektől, de kritériumtól, de tűztől eszembe se jutott még soha. De hát ezekre gondolok én is, ahol azért relatíve amatőrök, tehát nem ilyen gyilokra magyar túl, meg Tour de Hongrie vagy ilyesmi, hanem nagyobb létszámúan, relatíve nyugisabb, és akkor ott mezőnybe. Jó, de most úgy gondolom, hogyha lenne egy lehetőség, hogy azokkal megyek. Most függetlenül az, hogy bedarálnának 100 méter alatt. De hát azok ilyen vérszemet kapott srácok. Oké. Okay, third time's up. Nice. 2% faster. Volt egy srác. Ja, a kenyér, az. Csak nem a jó kenyér végségbe készül. Volt egy srác a Fradiba, aki kirakta 2001-2002-be. És jött be, hogy egy edzőteremben dolgoztam akkor,
és jött be és boltolt ezt azt, amit ettek a többiek is, az nem kenyér és víz. Vissza akart nekik vágni, de hát mezőnybe megölték. Sokat erősödött, és hát mind ilyen illegális dopingszer volt, amit kellett vennie. Ugye ezzel már fönnmaradjon rajtuk, de tudta, hogy ezt teszik a többiek is, csak amikor őt kirakták, ő került a rostába, hogy ő volt a leggyengébb a csapatban. De az nem kenyér és víz. A kovász, a vegán étrend, meg a flavinok, flavonoidok, az most nagyon jó, flavonoidok azok. Attól megy mindenki a profi mezőnybe is. Keton, igen. Az nagyon fontos, hogy zsírfehérje étrenden legyél, azzal lehet túlszakaszt nyerni. I hate that noise. I'm from a Neo. Okie doke. Bird is out. It's up to them to adhere to the rules. Anglia. Okay.
damn clicking noise. Hello. Milyen jó most a karantén alatt Londonban egy autó sincs, mi? Okay, the second clock one. If you have anything on your mind, don't hold back, let us know in the chat. So far so good, we're hyped. We're well within time. Finish it around 2 hours. Tudja, hol szeret a cápa. Lehet sorozni. Negyedik box hillre mentek ti is, ugye Péter? Oké. Okay, while I'm talking, I'm getting dogged. So it's like we have 35 left, 6 km to Box Hill. Then, what was that, 3 or 4 km Box Hill? Makes it 10. 0% faster, but it's still a PR. That's funny. Szia Tibor! Üdv! Hát szerintem csatlakozom ma egy kicsit. Vagy lehet, csak én nem láttalak. Yeah.
petyájékkal. Jó, erős tempót mennek. Nem érillem őket, így halva a lihegést. It's London, of course it's raining. Yeah? You know what, your avatar's got wet. Jövő héten itt beszéltünk, Petya. Ja igen, ez volt a... Okay. Had to save some energy. I have an idea. Let me PR a vegan. I have an idea for the last box hill. Na, akkor most lassabb lesz lejtőn ennyi mezzel. Megnézném én azt a fogpótlást, hogy miből készült. Olyan fájdalom csillapító. Most még nem érzi, hogy fáj. A doktorul miért adhatott el, és tartott 4 órán át a fogpótlás? Nem, semmi. Mondanám, hogy... Csupa szívjóságból kérdezi. Nincsen, kikötötték neki.
te dagadék, te. Let's see what we're up to. Öreg bohóc vagy, annak az előnye az összes viccet ismered már. Nem? Valójában ezek örömkönnyek. So the first two hairpin, Jake is the 3 watts per kilogram, those who want to adhere to the rules. After that, the last long stretch, free for all. So butterflies and fun and sunshine, yeah? Mi volt a leggyorsabb körötök? Még 28-09 most a legutóbbi.
de végül mi 3 wattba limitáltuk a boxhilt. Igen, csak nálatok volt mögött egy, nálatok volt mögötte még egy szorzó. Igaz, az ott már sík, egy-két hupli, egy lépcső lesz még benne és kész. I can't type. Akkor 3-4 percekkel mentetek gyorsabbat, mint mi. Körönként. Szurkoló tábor. Nálunk nincsenek és hiányzik nekik. Thank you.
Finnország felé jössz. Okay, so I'm through this. Oh, that was fun. Okay, back to me. Narancsárga pipa az az, hogy ismert személy. Okay.
Az a baj, ha lemegyek és ledőlök az ágyra, akkor elkezdik kiabálni, hogy apanyúzás, és rögtön ketté törik a derekamat, úgy ugranak bele sarokkal. Van egy ilyen IKEA játékunk, egy ilyen bazi nagy hungarocel banán, mert kiszolgálta unokahúgomat, unokaöcsémet is 20-valahány év alatt. Tegnap ráfeküdtem hason, elkezdett nyúlni a derekam, olyan jól esett, erre a nagyobbik ráült a seggemre, hogy apanyúzás, és elkezdett ugrálni rajta. Hát nőttem 2 centit abban a pár percben, az biztos. Ketté húzta a csigolyáimat. Transznak ugrálsz. Az utolsó boxhillnek az utolsó egyenesét megnyomtuk mi is. Ez, ahogy ismerem, ha kárs nem kézzel lehet tekerni. Megfordulna a biciklin, lábával váltana, kézzel hajtana a pedált, csak ne kelljen megállni. Ott a sólámpa előtte, azt nyalogatja végig. Néha már, ahol kinyalta a szélét, ott már a százas égő azért egy kicsit megcsípja a nyelvét, de... Rád van kötve gyakorlatilag a sólámpa. Mi a neóra? Good morning, fellow. Welcome. Hi there. I'm not sure to leave. I'll be able to finish. We are not killing each other now. Now let's just jump on the group. Yeah, within 2 hours for the 4 laps, which is nice. I just got a view there, here and there. Utolsó kilométernél adja be a badge-et.
Okay, I'm trying to keep prescribed wattage. The front is up. Let it fall back to us. Here we go. Egészségetekre! Six o'clock loop just finished. Okie doke. Ever trying to close together, close the ranks. So we can go faster together. Jaj, csak ott a tipikus az egy óra. Egészségedre. Jó munkát, szép napot. Mi most megyünk vissza még a körforgóig. Még 8,9 vissza van, 8,8. Igen, írtam mindenkinek, hogy már nem megyünk föl újra. Igen, kiemeltem nekik, hogy már nem megyünk újra oda. Mielőtt valaki nagyon neki készül. So it's four box here for breakfast. Hát két és... Igen, és... Ugye trükkös, mert most mentünk egy felet. De a teljes, az majdnem háromszor ennyi boxil. Igen. Nem, viszont hogyha miért 8.30-at, az kinyír. 4-5 alkalom alatt, legalábbis engem. We're discussing how to approach the full PRL. Ja, hát a full PRL oda kell szervezni egy rendes group ride-ot. Szépen együtt egybe tartva mezőnyt. És hogy ha síkon diktálsz egy 2-2,5 wattot, akkor nem veszítesz sokat egy pörön. Ahhoz képest, mint hogy síkon pihensz és a boxfilt nyomod. Szépen lépdeltetek fölfelé. Mi ilyen 9.56-ról indultunk és 8.38 lett a vége. Negyedikre. Team Budapest. Who's Team Budapest? Interesting. Nálunk tegnap volt ilyen nagy konferencia nap. Már relatíve nyugi van, holnap meg iskolai beiratkozás, meg be kell mennem az irodába címkét nyomtatni, viszont nyitva van a török.
Úgyhogy holnap megyek gyroszozni. Hát hosszú, nem? 100-as volt neked? Ja. De hát akkor nem lesz meg a visszáró, meg a scrappelés az ellenoldalon te. Hát hogy közgazdászként hogy mondhatsz ilyet, hogy nem kell visszaküldeni? Hol a cserédarab, amit bevételeznek és inspekció után scrappelnek? Jaj. Hol lehetne ott állnál a kuka mellett? Jaj, várja, belevéstem a monogramomat, az az enyém. Hello. Hello.
Okie. So that's it for today, London PRL half. We did it, yay! Hello, hello, sziasztok! Én is lépek a voice-ról. Egészségére mindenkinek. Oh, this chat is over. We have about 6 minutes left for the ride. We discuss the next week, we don't know what to do. Which route, I mean. And for May, we already discussed at the moment the Hungarian government keeping up with the lockdown. So, and they are deciding every Wednesday. That's optimal for the ZCoffee Ride. As far as they're keeping up the lockdown, we are doing the ZCoffee Ride. And every Wednesday, we can give an update to the guys that, hey, next week, based on the government, it's a go in Zwift, or we are going out because they are lifting the lockdown. We will see, right? Here we go. Nice and easy. But how are we with my second banana? That's the question. That was fun. Actually, the four boxes came so fast after each other. I wouldn't say lightning fast, but it was fast. That's a good pace. I wonder about the full PRL. Well, that's another thing. 11 box hill. One has to limit himself, or we'll be cooked. Yeah, let's just go to the front and take a picture together. Okay, now here we go. That's a nice one. We're going to the classic. There's some incline. We have around 1.7 kilometers left, so it's not much. Yeah. Here, or what can catch up? Catch up, catch up. Catch up, catch up. I don't want to spin anymore. That's just enough for the morning. Let's keep spinning. Let's keep spinning, right?
Got to launch a sprint. We have no power ups. The bone shoes. Yay, 48. And completed PRL. That was nice. Damn it. Okay, okay. Let's get to 71. Just to have the next XP2. I'm waiting 2 levels for the max, to the max. That was a nice effort in the end. Oh, I did not use the line well over. Okie doke. Kilometer. Here we go. And now we can stop. It was nice to do something longer for the morning, and not that long, but still, that was a proper coffee ride with the box seal, 4 times box seal, yeah. Now let's see that shoe. Why did I get that? The bond helix. I don't really know. Not that I don't like it, but that's the way to go. Vintage leather. And it's here, I can see my jersey. Let's go back to vintage. This is how we roll. I think it's quite funny. So, let's see what we did here today. We had 208 watt power distribution for the sprint. My 5 second maximum is 850, which is nice. The rest, yeah, doesn't really matter. We had a limited wattage ride for this morning. I do think we can. So this is the box seal, and we did it 4 times, 5.6 slices of pizza. Still, I think it's the best matrix. Yeah. I wish to measure everything in pizza or euros, for that matter. So it's nice to see that this is the first box seal, the second, the third, and all is nicely together. The group was nicely together. I did some catch up here with the guys after the gate at the box hill. This is the last one. We did the first two hairpin corner together with a limited wattage. And then we did an unlimited wattage for the last stretch for the second half of the box hill.
where everyone achieved some PR for today at least. If not in all time, it's 126 TSS, so it's quite a nice load. Thank you everyone who watched, thank you for watching, thank you for the chat guys, cheers. See you tomorrow, another stream. It will be also a long one, 65 km, but a flat one, Magic Road on RGB cycling, a group ride. I hope it will be enough. If we are enough already to start, we will see the rest, yeah? If we can compete or not. Whether it's in a big group, or there will be just a few of us. Anyhow, I will stream it from 6 o'clock, and we do a Magic Road around Lake Tisza in Hungary. Not that you will see the lake or anything, it's Magic Road, so you will see only the road and us. Let's hope it will be a good one. Anyhow, thank you for watching, thank you for chatting for today. See you guys.